örvendetes dolog, hogy itt a Modemben a Máriás doktor, a Béci meg tudta ezt a kiállítást csinálni. Hát már is induljunk el. Van Goghtól kezdve a modern művészet nagyjain keresztül Mark Rothkóig mindenki tulajdonképpen egy-egy stílus jeggyel megjelenik. Olyan celebritásokról van szó, akik a társadalomnak a vérkeringésében és a közéletben nagyon ismert személyiségek. Persze régen nem volt televízió, nem volt semmi, rádió talán volt. Igen, volt. Máriás Bélának hihetetlen iróniája van, hihetetlen szarkazmus van ezekben a képekben. Természetesen ezek teljesen, ha történelem szempontjából nézzük, mind azért ambivalens figurák. De hát benne vannak a köztudatban, benne vannak a fejünkben valamilyen szinten, az iskolában, a családban, a baráti körben hallunk ezekről az emberekről. Nem is akarom ezt közérthetővé tenni, mert ez annyira közérthető, hogy ennél közérthetőbb dologra már nem is van igény. A fekete téglalap, igen, az már nem is. Hoppá, igen. Olyan dolgokat kell csinálni, amik az embereket elgondolkoztatják, megérzik benne azt, ami számukra is izgató, fontos, és tovább gondolják, és kicsit előbbre viszi a világot. Így haladunk lépésről lépésre, nem mondom azt, hogy az apokalipszis felé, de még oda is haladhatunk. Ez a Botero kép is azt jelenti, hogy a Béla nagyon utána néz azoknak a festőknek, akik számítanak. Mert gyakorlatilag itt mindegyikben van egy komoly eredetiség, aminek a stílus jegyeit ugye kikapja, és azt transponálja át. Az embereknek sok-sok problémájuk van a modern művészettel, mert nem értik, illetve valahol úgy akarják érteni olyan racionálisan, ahogy ez a művészet nem érthető, valahol másképp kell ezt közelíteni. Gondolom úgy, mint egy gyereket se lehet érteni, én is egy nagy gyerek vagyok, engem se lehet érteni, mert másképp asszociálunk, és ezek az asszociációk gyakorlatilag hát azért lényegesek, és benne vannak az életünkben. Ezt valahogy érzelmileg valahol más, olyan szinten lehet érezni, tapintani, látni, hallani, ami mondjuk nem teljesen azt jelenti, mint egy matematikai példának a megoldását. A gyerekek tudnak így rajzolni, így festeni. Jó képeket kell nézni, vagy valódi, igazi képeket kell nézni, hogy elfelejtsük azt, ami sémává mosta a bennünk való víziókat. Mert sok vízió van, az emberek álmokkal élnek. És fölkelnek, és nem tudják leképezni, mert a sémák elmossák bennük ezeket az igazi álmokat. Amiket hát nem is nagyon lehet megfesteni, persze meg lehet néha-néha egyet-kettőt, én is megfestettem már talán kettőt. Egy egészen fantasztikus színes világ tárul elénk, és ezt én már magamban úgy is neveztem, mint egyfajta új népművészet, mert ezek a motívumok, ha szóval kicsit engem emlékeztetnek a népművészet motívumaira. Emblematikus képpel zárul ez a kiállítás. Ott ül a sakktábla előtt egy sakkozó, és nézi, hogy mikor kap mattot. The best of Dr. Máriás.